Még mondja valaki, hogy a sportlövők nem válogatósak. Különösen akkor azok, amikor egyszerre több viadalra kell válogatóversenyt rendezni. Július elején ez volt a helyzet, ugyanis a Riói világkupán, a bolonyai Európa-bajnokságon és az ifjúsági világkupán való részvételért is küzdöttek a legjobbjaink. Férfi légpuskásainknak nem kellett idegeskedniük a VK indulás miatt. Nekünk ez már nem volt semmiféle tétje, hiszen ugye Péter kijutott a légpuska, van már biztosan én kijutottam 50 méteren, és ugye itt egy eredmény kellett ahhoz lőnöm, hogy a légpuskába is bebiztosítsam magamat. Ez igazából egy közepes, sőt még egy rossz eredménye, vagy is bőven elegendő lett volna, hiszen a korábbi eredményekből, ugye, amit korábban lőttem országos csúcsot, az ide beszámított, és hát ugye az eredménnyel az rendesen hozzáadott pluszköröket. Péni István persze nem arról híres, hogy túl rosszakat lőne. Most sem tett így. Mondhatni, rutinból megnyerte a 10 méteres versenyt. Egyáltalán készültünk erre a versenyre, ugye utoljára egy másfél héttel ezelőttem az Európa játékokon, ugye ott se volt nagyon lehetőség edzeni, ott is egyet lőttem, az elmúlt három hétben igazából azt kell mondjam, a légpuskához alig nyúltam hozzá, ahhoz képest az alapverseny is elfogadhatóan, tehát jól, korrekt módon sikerült, és a döntő, hát az meg már látszott az, hogy már az alapverseny is ugye hozzátett ahhoz, hogy visszajöjjek abba a formába, amiben ugye lenni kéne, és ez a 252 fölötti döntős eredmény, ez fantasztikus. A női légpuskásoknál 10 méteren Dénes Eszter 250,3 körös eredménnyel jelentkezett be a riói útra. Az alapversenyben második helyen jutottam be, magamhoz képest viszonylag jó eredménnyel, szóval azzal is elégedett vagyok. És hát a döntő az meg, mivel megnyertem, elég jól sikerült. Hát szerintem az természetes, hogy 1-9-as ilyenkor belecsúszik, nekem most egy darab 9-9-am volt, azt hiszem, szóval a lövések nagy része 10-es volt, inkább a kisebb 10-esekkel volt nekem a problémám. A férfi légpisztolyosoknál Tátrai Miklós annak ellenére győzött, hogy korán sem érezte magát csúcsformában. Majd még edzőmmel egy-két dolgot átbeszélünk, aztán kiderül, kicsit a ritmus nincsen meg, aztán van pár lövés, ami jól megy el, aztán utána meg egy csomó elég rosszul, kicsit ritmus helyre kell rakni. Női légpisztolyban Komáromi Panna jóval rutinosabb lövőket megelőzve végzett az élen. Először igazából csak azt akartam, hogy 10-es átlag fölött legyek, és utána a végén már nem is figyeltem arra, hogy mennyit lövök, csak mindig a következőre. Pekler Zalánnak meggyúlt a baja a puskájával a három testhelyzetes versenyben. Ám az Európa-bajnoki kvalifikáció szempontjából ez nem bizonyult végzetesnek. A döntő nem úgy sikerült, ahogy én azt terveztem. Ugye, mint tudjuk, a sportlövészet egy technikai sportág, és hát bármikor beütött a probléma. Ez nekem most sajnos a mai napra jött ki, hiszen egy csavar menete hát beszakadt teljesen, és így nem tudtam levenni a puskám egyik tartozékát, amiért nem tudtam folytatni a döntőt, de szerencsére ugye ez egy Európa-bajnoki kvalifikációs verseny, és itt az alapverseny számít nekünk, és ez nagyon jól sikerült számomra, hiszen második lettem a felnőtt korcsoportban. Most nem lett baj a technikai malőrből, de adódik a kérdés, hogy vajon hogyan lehet megelőzni a bajt éles helyzetben, mondjuk egy Európa-bajnokságon. A világversenyek előtt általában az összes csavart kicseréljük a puskámon, hogy ilyen probléma ne adódjon. Hát sajnos ez az egyetlen opció, amit meg lehet tenni. Toma Dorina junior korúként nyerte meg a női légpuskások 50 méteres számát. Az utelövőjét a különböző korosztályokban történő versenyzés lelki hátteréről kérdeztük. Szerintem a junior nekem azért nehezebb, mert ott abszolút tudom, hogy teljesítenem kell, hiszen az én korcsoportom beliekkel versenyzem. A felnőttben meg egy kicsit, ugye mivel még junior vagyok, ezért még egy kicsit talán az könnyebbség, hogy igen, megtiszteltetés az, hogy én versenyezhetek olyan nagy nevekkel. Akár itt egyébként a válogató versenynél is most hihetetlen jó eredmények születtek, úgyhogy nekem az is egy fantasztikus verseny volt, hogy így hely tudtam állni ilyen nagyszerű lövőkkel. Nem könnyű eligazodni, hogy a válogató versenyek után végül mi dönt a csapatba kerülésről. De szerencsére volt, aki tisztázza ezt nekünk. A világkupára a versenyek kialakult ranglistának az első négy helyezettje kerül beválogatásra, illetve majd ezt a szakcsoportok még megtárgyalják, és majd úgy kerül az elnökség elé a csapatjelölés. Az Európa-bajnokságra pedig az 1-3 helyezett. Ugye ott három fős csapatok vannak, ezért tehát az 1-3 helyezett kerül jelölésre.
Klesner Márton második lett a férfi 50 méteres légpuskások között. Ezzel a junior EB keretben gyakorlatilag biztosította a helyét, de a felnőttek között is bejelentkezett az indulásra. A helyezéssel teljes mértékben elégedett vagyok, és a döntő eredményemmel is. Az alapverseny eredményemmel viszont egyáltalán nem, de ott 8. lettem. A térdelő álló mindkettő egész jól sikerültek, és utána a térdelő, a fekvő jól sikerültek, és az állót a végét elrontottam. Hát megmozdult az egyik irányzékom, és rossz helyre rögzítettem, szóval volt egy ilyen technikai hiba, de még agyban sem voltam ott szerintem a végén már. De a helyezésemnek nagyon örülök, jó volt. Ez volt igazából az első döntőm, így nem edzésen, és jól örülök, hogy jól sikerült.